Három rumi rajki szobrot lepleztek le pénteken Rumban. A vasúti emlékhely melletti szabad terület mostantól a szoborpark helye. Rumi rajki István szobrászművész a Vas megyei településen született. Helyben évek óta dolgoznak azon, hogy méltó emlékhelyet állítsanak neki. Egy gránit tábla az első eleme a parknak, amely információs táblaként is funkcionál. A Daliák című alkotás egyik alakja is ide került, és még egy munka, ami csak gipszvázlatban maradt meg korábban, most teljesedhetett ki először. Az ősi szántás, ami hát erejénél, konstrukciójánál fogva az egyik főművének tekinthető legalábbis sokunk számára, és hát ez egy nagyon izgalmas kihívás volt, hogy ezt egy 2,5-szeres nagyításba megfaragni egy 6 tonnás kőből. Szombathelyről bővülhet a 8 millió forintból kialakított rumi szoborpark, erről is szó volt az avatón. A rumi rajki műpártoló kör egy korábban a megyeszékhelyen állt, most raktárban tartott pelikán szobrot költöztetne az új parkba. Ez a beszállított szobor, ez eléggé meg van tépázva. Na most mi ezt rendbe tennénk, és szeretnénk a várostól elkérni, és ide elhelyezni. Tudnék, a városban még maradt pelikán szobor, mert van egy a temetőbe, ugye ez műkőből többet is, 3-at öntöttek annak idején, és az eredeti gipsz pedig a plébániának a kapuajába van. Sokan gyűltek össze a szoborpark avatására, ami egyúttal a 13. Cicelle Aranyháromszög kulturális napok nyitó rendezvénye volt Rumban.